Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Nagyon rég volt a Covid Ami Fit edzések, úgyhogy nekem már hiányoztak, remélem, hogy nektek is. A mai alkalommal egy teljes testedzés lesz, méghozzá egy zsírégető és szákásító edzéssel készültem, úgyhogy valamilyen folyadékot mindenképpen készítsetek be magatoknak. Semmilyen eszközre nem lesz szükség, csak magatokra, egy pici helyre és maximum egy polifómra, és szerintem kezdjünk is bele, és mehetünk is. Az első gyakorlat guggolás, oldalra boxolás, ahogy fordulsz, törzs el, fújj ki a levegőt. Egyébként három blokkunk lesz, mindegyik blokkban négy gyakorlatot fogunk egymás után megcsinálni, a gyakorlatokat 30 másodpercig fogjuk végezni. Ez az első blokkunk tulajdonképpen bemelegítésnek szolgál, kicsit ráhangolódjunk az edzésre. Jó, mehet is a következő feladat, térdhúzás mellkashoz. Próbálj meg az előlévő láb sarkára terhelni, egyenes a törzs. Oldal. Negyedik gyakorlatunk, guggoláson keresztül ereszkedjetek le, fekvő támasz, fölugrik és emelkedés lábujjhegyre. Másodperc pihenő van, ez alatt egy kis lépzár, magas tartásba karemeléssel. Na még 10 másodperc. És előről guggolás, törzsfordítás. Ahogy fordulsz, feszíts rá a farizomra. Ráfeszít. Egy picit pörgessük, de gyorsítsuk. Térdhúzás. Másik oldal. Jön a négy ütemű. Feszítsd meg a hasadat, és föl, feszít.
még egyet. Jó. Szünet alatt megint mehet a lépzár, karemelés. Meg is vagyunk a második körrel. Készülj, mindjárt indul a harmadik kör, guggolás, és gyerünk, guggol, ford, guggol, ford. Próbáld minél tempósabban, ráfeszít, fújt ki a levegőt. Jó, utolsó körben térdhúzás helyett menj a nyújtott lábbal az emelés, forgass ki a lábfejedet, feszítsd át a térdedet, és feszítsd meg a farizmodat. Ne lendületből, próbáld meg erőből emelni. Előlévő láb sarkán van a testsúly, nézd ki egy pontot magad előtt. Másik oldal. Azaz, pipáljon a láb. Forgass kifele. Na, még egy picit. Készüljön a négy ütemű. Azaz, utolsó körben mehet felugrással. És fel. És fel. Akinek ez sok, az nyugodtan csinálja tovább lábujjhegyre emelkedéssel. Ha fekvőtámaszt érzed soknak, akkor csak tartsd meg. És onnan vissza. Jó, és akkor most jöjjön 45 másodperc pihenő. Higgyatok egyet. Készülünk, kezdünk. Első gyakorlatunk. Guggolás, kitörés. Guggol, kitörés. Guggol, kitörés. Próbálj mindig az előlévő láb sarkára helyezni a testsúlyt. Térd, ne haladja meg a lábfejedet. Jó, fekvőtámaszban van a következő gyakorlat. Két térdhúzás, ellentétes könyökhöz, és felugrunk. Föl. Húz, húz, föl. Húz, húz, föl. Húz, húz, azaz. Na, még egyet. Jó. Fekvőtámasz lesz a következő. Leenged. Próbáld meg szűkön a könyöködet. Test mellett. Feszítsd meg a hasadat, fenekedet. És mehet folyamatosan a fekvőtámasz. Karhajlítás, karnyújtás.
Jó. Jön egy kis lebegő felülés. Föl. És vissza. Föl. Akinek ez sok, ezt tegye le nyugodtan maga mögé a kezét a talajra. Oké, 45 másodperc pihenő. Ez alatt csináljunk egy kis hasprést. Szorítsd le a derekadat a talajra. Ne emelkedjen föl. 20 szét a könyöködet, támaszd meg a fejedet. Plafon irányába nézd. És fújt ki a levegőt, ahogy jössz föl. Készülj, mert mindjárt jön a következő kör. Gyere fel állásba, és jöhet előről a kukolás kitöréssel. Jó, gyere le fekvő támaszba, kettő térd, keresztbe, fölugrik. Legyen lent a sarkad, ahogy felugrasz húgolásba. Na, még egyet. Jó, gyere le fekvő támasz, szűken a könyök test mellett. Feszítsd át a hasadat, fenekedet, dolgozzon az a triceps is. Na még kettő, és az utolsó. Szuper! Hanyatfekvés, lebegő felülés. Legyen lent a derekad a talajon, végig. Oké. 45 másodperc pihenő haspréssel. Fújt ki a levegőt. Ügyesek vagytok, már csak egy kör ebben a blokkban. Szorítsd le a derekadat. Plafon irányába törekedj álladdal. Tolt fölfelé. Nem kell iszonyatosan magasra emelni. Csak addig, ameddig szabályosan tudod csinálni. Na még egyet. Jó. Gyertek, harmadik kör. Gugol. Kitörés. Engedd le a térdet, feneked. Jó, fekvő támasz, térdhúzás, fölugrik, hopp, hopp, föl.
kés. Nyilván a fekvőtámasz. Szőken a könyök. Ha ez sok, akkor közelíts egy kicsit a térdeddel a karod irányába. Megint sok, próbáld meg csak picit leengedni. És onnan vissza. Na még egyet. Azaz. Jöhet a lebegő felülés. Ha kezd sok lenni, tudod tedd a karodat magad mögé, és úgy csukodj. Ahogy összecsukodsz, fújt ki a levegőt. Jó, 45 másodperc pihenő, most tényleg pihenj, igyatok egyet. Harmadik kör. Kitörés. Figyelj. Kitörés. És megáll. Feszíts rá a fenekedre. Ugyanúgy forgasd ki a lábfejedet. Pipáljon a láb. Feszíts meg a farizmadat. És közben húzd föl fül mellé. Karokkal dolgozzon a hátizom. Mint egy mérlegállás. Elől marad hajlítva a térd. Másik oldal. Kitörés, megállít. Kicsit fordulok nektek oldalra, jobban lássátok. Ráfeszít. 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 Na még kettő. És az utolsó. Következő gyakorlat, figyelj! 4 térd, és egy fekvőtámasz. 1, 2, 3, 4. Lenn a térd, és egy fekvő. Ha megy, akkor maradjon fönt a levegőben a térdet. Jó. Hasizom az utolsó gyakorlat. Folyamatos csukódás, törzsfordítással. Fordulj el, amennyire csak tudsz. Szorítsd le a derekad. Pihenőnek pedig menjen csípőemelés. Ráfeszít a farizom. Ügyesek vagytok, utolsó blokkban vagyunk. Mindjárt jön a második kör. Kitörés, lábemeléssel. Jó, gyertek állásba fel. És mehet is. Kitörés, és ráfeszi. Dolgozzon a karod is. Húzd, húzd, húzd. Egyenes hát. Na még egyet.
Jöhet a másik láb. Ráfeszített. Egyenes a hát. Na, még egyet. Jó, jöjjön négy ütemű. 20. Fekvőt nem hasz. És hop. Jöjjön a hasprés. Fordulással. Akinek megy, az megtarthatja levegőben is. Ez a nehezített verzió. Jó, 45 másodperc. Csípőemelés. Föl. És már csak egy körünk van vissza. Tempózzuk meg a csípőemelést, gyerünk! Föl. Ráfeszít a farizom, bebillent a csípő. Jó, gyertek fel állásba, készülünk az utolsó körre, picit rázza a lábad, és gyerünk, kitörés hátra, megtart, és ráfeszít. Előlévő láb, sarkámmal tesz súly, végig, tart, helyezd át a hátsó lábra, a hátul lévő lábra, egyenes hát. Na, még egyet. Másik oldal. Lép. Ráfeszít, tart. Na, még egyet. Jó, jön a négy ütemű. Készülj. Gyerünk, pörgesd meg. Jó. Fordulját. Jön a hasprés. Bicikli. Végig lent van a derék. Fordulját ezzel. Jó, nyújtás, feküdj le a hátadra. Igyunk egy kortyot. Jó, gyere az oldaladra, befordulok veletek szembe. Húzod a sarkodat a fenekedhez.
Jó, másik oldal. Oké, és felpeszülés. Hajolj előre egy kicsit, tedd le az alkarodat. Nyújtsd meg a közelítőket. Jobbra-balra mozoghatsz. Jó, nyújtsuk meg az oldalunkat is. Nyújtózz meg fül mellett a karral. Próbáld meg elérni a cipődet. Nyugtasd be a légzésedet. Próbálj meg mélyeket belélegezni az orrodon keresztül. És fújd ki a szádon keresztül. Tedd keresztbe a lábadat, told előre a térdeket, emeld fel a fenekedet a talajról, és mellkasodat közelítsd a lábszáradhoz. Megnyújtjuk ezzel a farizmokat. Azokat is rendesen megdolgoztattuk. Másik láb. Oké, és húzd magad fel a lábfejedet, másik karoddal told le a combodat a talajra, egyenes a hát, jó törökülés, keresztbe a kar, hajtsd el a fejedet a nyújtott kar irányába, kulcsold össze a tested mögött a kezeket, húzd meg felfelé. Oké, és kulcsold össze lábad alatt a karokat, domborítsd a hátadat, hajtsd előre a fejedet. És készen vagyunk. Egészségetekre, remélem, hogy tetszett. Dobjatok egy lájkot, ha ti is elfáradtatok. És most már újra visszatértem, úgyhogy a csatornámra jönnek a mindenfajta edzések is. Írjátok meg kommentben, hogy ti mire lennétek kíváncsiak, milyen fajta edzést csinálnátok velem szívesen, és találkozunk egy következő edzés videómban. Sziasztok!